egy amerikai festőt szeretnék bemutatni. Természetesen ugye mindig azokat mutatom be, ugye, amelyek megérintenek engem. És most egyébként Edward Hopper, ugye, van neki most egy újra egy divatja, ugye, tehát egy ilyen, mivel ő, azt mondanám ő, hogy ő egy ilyen neorealista festő, tehát valahogy így próbálnám én őt jellemezni, valahogy betenni. Elég érdekes időszakban, ugye, amikor az amerikai, hát ugye később, ugye az 1940-es évek vége felé, 50-es évek, amerikai absztrakt expresszionizmus elkezd élni. Hát Edward Hopper ugye azért még mindig festi az ő realista, melankólikus, próbálom valahogy be jellemezni őt egy pár gondolattal, ugye, mert azért annyira speciális ez a festő, vagy hogy is mondjam, annyira egyéni útat jár be, hogy de sikeres festő volt. Tehát ez a lényege neki. A rajz, amit én itt készítek, egyébként ez a Nighthawk, ugye, vagy az éjszakai baglyok, ugye, így is fordíthatnánk, azt a festményét készítem el, ugye, ami egy Chicagói múzeumban található most. Hát igen, és azért is mondtam, ugye, hogy ő most van egy reneszánsza, egy újra felfedezése neki, ugye, mert azért ő, ugye, most hát nagyon sikeres az aukciókon, ugye, ezek a képek sok millió dollárt érnek, ezek a festményei. Hát nem is beszélve arról, ugye, hogy nagyon-nagyon sok követője van, ugye, tehát ebből az új neorealista korszakban, és most a 21. században is valahol szól hozzánk, ugye, tehát a munkáival megérinti a festőket, megérinti a nézőt, ugye, és mindenképpen ezt az elidegenedés, egyedüllét, melankólia, magamba fordulás, egy ilyen külső szemlélőként, ugye, mint hogyha külső szemlélőként járja, ugye, tehát az amerikai városokat, belső tereket fest, embereket, figurákat. Megpróbálom egy kicsit ezt a kis parafrázissal, ezzel a parafrázissal egy kicsit őt megidézni, de mindenképpen olvassatok utána, nézzétek meg, mert nagyon érdekes ez a festő, ugye, mint 1886-ban születik, 1967-ben hal meg. Magányosság, szomorúság, sötétség, depresszió, introvertáltság, tehát valahogy így lehetne az ő munkáit jellemezni valamiért, tehát úgy szólnak hozzánk, tehát engem megérintenek nagyon ezek a munkái. Van egy felirat, Filiz, ugye, tehát Filiz. Szénnel készítem meg ezzel a préselt szénceruzával. És itt is valami ajtó van, sötétség van, éjszaka van, elhagyott benzinkútak, belső terek. Úgy mondják egyébként az utó követőit egyébként, hogy hopperesk, így szokták jellemezni őket. Hogy mondjam, tehát ha próbálják valahogy bekategorizálni a mai realista festőket, ugye, tehát mindenképpen hozzányúlnak az ő világához valahol.
visszaköszön a mai festőknél is. Azt írja, hogy egy idézetet is olvasok akkor tőle, hogy nem hiszem, hogy valaha is megpróbáltam volna megfesteni az amerikai jelenetet, megpróbálom magam megfesteni. Tehát egy kicsit, ezért mondtam az előbb, ugye, hogy egy kicsit ilyen kívülhelyezés jellemző rá, belső terek, még egyszer hangsúlyozom, figurális, grafikákat is készít egyébként, de város jeleneteket nagyon szerető, akvarellje is vannak neki, ugye. És próbálom ezt a munkáját egy kicsit megrajzolni. Itt egy hölgy is van, majd bele radírozunk egy kicsikét. Tehát Edward Hopper, amerikai festő. Éjszaka, magány, csak ez a pár ember itt beszélget a pultnál, ez egyik ilyen tengerész kinézetű, ahogy elnézem. Nekem eszembe juttatja egyébként mindenképpen Whistlert, ugye az angol festőt, valahogy az a hangulat jön elő nála is. Gyúrmaradéval is radírozzunk bele. Sötétítsünk itt mindenképpen ezen a részen. Igen, és mondom, egy Edward Hirscher nevezetű költő is ír egyébként hozzá, és őtőle is akkor olvasnék egy sort. Azt írja, hogy hamarosan a ház elkezd őszintén bámulni a férfit. Tehát hamarosan a ház elkezd őszintén bámulni a férfit, és valahogy az üres fehér vászon lassan felveszi annak a kifejezését, aki idegtelen, valaki visszatartja a lélegzetét a víz alatt. Egy kicsit ilyen absztrakt szerintem ez a vers. Na, tehát így egy kicsit ezt a hangulatot és beleradírozok. Az amerikai életérzés. Életében is egyébként sikeres volt, elég jól eladta a munkáit. El tudta adni. Azt tudom, hogy ezt a Éjszakai baglyok című képét, vagy magyarra így szokták fordítani, azt 3000 dollárért vette meg a Chicagói Múzeum. Hát akkor az nagyon sok pénz volt. Tehát egy kis parafrázis. Edward Hopper parafrázis. Elnyújtotta egy kicsit egyébként, ezt mondta ő is, hogy elnyújtotta ezt az épületet, ezt az egész belsőt.
1942-ben festi. Na, ha nem iratkoztál még fel a YouTube csatornámra, akkor tedd meg. Nézd meg ezt a munkámat is. Nézd meg a többi videómat is. Hát ennyit akartam igazából ezzel a kis megidézéssel. Megérinteni. Köszönöm szépen!